Kolbásszal, tarhonyával, tojással és mézzel is készülhet igazán finom lecsó. Egyebek között ez derült ki az idei 5. lecsó főző versenye. Az Albert Falvi csapat lelkesen vetette bele magát a főzésbe. A versenyre előre összevágott paprikával, paradicsommal és különlegesen pikáns kolbásszal érkezett. A zsűri döntése értelmében a 2. helyezést elérő Albert Falvi Amazonok lecsójának titka egyszerűen összefoglalható. Az Albert Falvi közösségi házban működik a Zsolti bácsi konyhája, ahol tanultam egy érdekes lecsó receptet, ezt már otthon is kipróbáltam, és nagyon finom. És most fogjuk itt nagyban, tehát a bográcsban is kipróbálni, hogy a végére egy kis mézet kell beletenni, és ezáltal egy nagyon pikáns és finom íze lesz a lecsónak. A Lecsó Fesztivál több éves hagyományra tekint vissza. Nem csak a környékbeliek látogatnak ki szívesen, a kerület minden pontjáról érkeznek. Egy kemény mag már kialakult, egy jó tucatnyi csapat rendszeresen jelentkezik, ehhez képest még időjárástól függően jönnek többen, kevesen, most is itt vannak több mint egy tucatnyian. A hangulat remélhetőleg nagyon jó lesz, ezt természetesen az itt jelenlévők biztosítják, mindenki olyan jól érzi magát, amennyire csak tudja. Amíg a jó hangulat és a lecsó tart, addig tart maga az egésznapos rendezvényünk is. A Lecsó Fesztivál díszvendége Szabolcs Attila országgyűlési képviselő volt, aki unokáival érkezett a rendezvényre. Izgatottan állt a kóstolás elé. Bármilyen ilyen összejövetel, ugye ezt is már 5. alkalommal szervezi meg itt a helyi képviselő úr, nagyon nagy jelentősége van, mert nyilván a törzsközönség az, aki ilyen-olyan sportegyesületekből, egyesületekből, civil szervezetekből összejön egy közös délelőtre vagy közös napra. De főleg egy lakótelepen az is egy lényeg, hogy a szomszédházból hallják a zenét, látják, hogy nyüzsgés van, lejönnek, bekapcsolódnak, és lehet, hogy jövőre már ők is hoznak bográcsot. A versenyzőknek a tűzifát, vizet, paradicsomot, paprikát, hagymát az önkormányzat adta. A csapatoknak mindössze a bográcsot, fűszert, munkaasztalt kellett hozniuk. A Kelenföld legjobb lecsója vándorkupát az Újbudai Polgárőrség csapata vihette haza.